Szirénázó rendőrautók álltak péntek reggel a nyíregyházi rendőrkapitányság előtt. Az új Suzuki Vitara márkájú járműveket Farkas József, rendőrdandártábornok adta át a megye 8 kapitányság vezetőjének. Az első gépkocsi kulcsát Illés László, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városi kapitányság vezetője vehette át. Farkas József elmondta, az év végéig újabb rendőrségi járművek beszerzése várható a megyében. Az országos rendőrfőkapitányság szerezte be ezeket a gépenveket természetesen a belügyminisztériumnak az engedélyével és támogatásával, amelyek úgy gondolom, hogy mindenképpen hatékonyan fogják segíteni a rendőrkapitányságtól a szolgáltatást. Szeretném elmondani, hogy a megyében több mint 400 szolgálati gépjármű van, amely jelenleg is üzemel, és ez a 8 terepjáró képességekkel rendelkező Suzuki Vitara típusú kocsi nem tűnik soknak. De hogyha azt nézzük, hogy évekkel ezelőtt még milyen volt a gépjármű flottánk, hogy évvégén még további gépkocsik beszerzése várható rendszerbeállítása jövő év tavaszán is, akkor azt gondolom, hogy egy minőségi váltás lesz. Ezek pusztán az előfutárok, de hangulati tényező. A szolgálati járművek rendőrségi jelzésekkel, szirénával és minden speciális eszközökkel segítik majd a megyei járőreinek napi munkáját. Farkas József dandártábornok híradónak azt is elmondta, kik és milyen szolgálati viszonyban fogják használni ezeket az új rendőrségi járműveket. Végrehajtó állomány, a megyei rendőrfőkapitányság összesen 8-at kapott, és szinte hozta az élet, hogy a 8 rendőrkapitányságra, nem szerettünk volna kivételt tenni, 8 rendőrkapitányságra egy-egy ilyen gépkocsit adtunk üzembe használatra, és ezek a gépenek már a kollégák komfortérzetét is megfelelőképpen tudják biztosítani, és a nem utolsóban olyan technikai eszközökkel, tolatóradar, egyéb más belső kommunikációval vannak felszerelve, amelyek kétséget kizárólag jól segítik majd a munkatársainak a tevékenységét. Az év végéig még legalább egy tucat rendőrautó érkezése várható megyénkben, melyek műszaki szempontból és speciális felszereltség tekintetében is megfelelnek a kor követelményeinek és a hatékony rendőrségi munkavégzésnek.